A lakótelepi mulatság részeként tartották meg a felújított nagy játszótér avatóját. Bár a játszótér már elkészült augusztus első felében, a hivatalos átadóval megvárták a lakótelep hagyományos rendezvényét. Az ünnepség a Napfény óvoda Pumukli csoportjának körtáncával kezdődött. Ez a játszótér éppen Nagy Játszótér néven szerepel a köztudatban, talán a térképeken is. Valóban nagy, hiszen több mint egy hektár. A felújításnál derültek ki a paraméterek, a méterek, a kerítés létrehozásán szintén önök szerettek volna, és valóban, hogyha a gyermekeit kiviszi az ember a játszótér, akkor biztonságban szeretné őket tudni. Természetesen, ahogy a lakótelep építése, így egy játszótér építése sem fejeződik be, és fejlesztése, ezért én szeretném javasolni a szülőknek, hogy indítsunk el egy programot, nevezzük el a nagy játszóteret. Várjuk a javaslatokat, hogy hogy hívjuk ezt a szép játszóteret. A ferencvárosi gyerekeknek több mint egy harmada itt lakik a lakótelepen, és a nagyobb részük erre a játszótérre jár. A közös tervezésben ezt megint a szülőknek mondom, persze várjuk, hogy hol legyen még játszótér, és milyen típusú játékok legyenek ott is, és akár itt is. A köszöntő után Gergő és Zsófi segítségével dr. Vas Imre országgyűlési képviselő, dr. Bácskai János polgármester és Sajó Ákos a részönkormányzat elnöke vágta át a szalagot, és adta át hivatalosan is a játszóteret. Majd a gyerekekkel közösen lufi csokrot engedtek a magasba. Az átadó után az Én Játszóterem rajzpályázat eredményhirdetése következett. Augusztus elején hirdette meg a Dési Huber Művelődési Ház a nagy játszótér felújítása kapcsán a pályázatot. 19 alkotást állítottak ki, az óvodás és iskolás díjazottak pedig ajándékcsomagot kaptak. Mi magukkal az ördögökkel is szembesállok. Végül a Fabula Bábszínház Vitéz László és az Ördögök című előadásával zárult az átadó ünnepség. Délután a nagy játszótér szomszédságában lévő Nyúldomba hagyományos óvodás játékok helyszíne volt. Az Epres, a Napfény és az Ugriföles óvodába járók mocsár jártak, zsákban futottak, kapura rúgtak és célba dobáltak. Mindegyik óvoda sok ajándékot kapott, idén pedig a legügyesebb, legtöbb pontot gyűjtő óvoda az Ugriföles lett, így ők vihették haza a vándorkupát. A gyerekprogramok a nagy színpadon folytatódtak. A Katánk zenekar koncertjén a magyar költők versei különleges hangszereken szólaltak meg, például egy kelta hárfán. Brit-szigeteken teljesen hétköznapi dolog, hogy egy zenekarban van egy ilyen kelta hárfa. Ez csak Magyarországon nem annyira jellemző. Ez onnan jött, hogy a zenekarból többen is zenélünk egy kelta zenét játszó zenekarban is, úgyhogy van rálátásunk így a kelta zenére. Fának van egy nagyon egy olyan képessége, hogy a zenéből egy ilyen burkot csinál, tehát van egy ilyen nyugtató hatása, vagy nem tudom. Tehát hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek az jó, hogyha jelen van a hárfának a hangja, és hogy ne legyen azért túl nyugtató, azért van benne például a harmonika, milyen egy dinamikusabb hangszer, meg a dobok, meg a bőgő, tehát hogy van ellensúlya a hárfának, de azért a hárfa az a legfontosabb eleme szerintem. Fentcsücsült a holló, adós hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kószál dúsan, arra gazdi róka, ki nem jutott sajthoz, fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komor kedve, fölújjongva tört fel, mogó gyomor nedve. És szólt álnok bájjal, tollad fóbe ékes, hogy madár király légy régen esedékes. Jaha!
olvadó omló. Csak hangot nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a tőrét, vadrikácsolással tátott a dicsőrét. Ugye a kelt a zenén kívül balkáni klezmer zene, és hát természetesen a magyar népzene hangzásvilága is megtalálható a koncertjeiteken, és hát a lényeg az, hogy magyar költők verseit hallhatjuk. Hogyan keveredik ez a többféle világ hangzásvilága a magyar költők verseivel? Lényegében nem arra kell gondolni, hogy ez népzene, tehát hogy ez írott zene, csak amikor megszületnek ezek a dalok, akkor valahogy előhívnak ilyen népzenei hangulatokat. És akkor az ember úgy válogat így a fejében, hogy mire is, mit is hív elő ez a dal. És például van egy olyan dalunk, hogy Kikiáltó. Az egy ilyen vásári feelinget akar megjeleníteni, és ehhez például úgy adta magát egy ilyen klezmeres hangzásvilág. Aztán, amikor a kelta zenét használjuk, akkor az meg kicsit ilyen légiesebb, vagy ilyen emelkedettebb. Tehát hogy mindig a versből születik a dallam. Én szoktam a verseket összeválogatni. Tehát egy koncepció mentén az ember válogatja a verseket. Rengeteg könyvet végignyál az ember, úgyhogy igazából csak az a lényeg, hogy az elképzeléshez passzoljon az a vers, meg hogy minőségileg természetesen olyan vers legyen, ami megüti a mértéket. Lesznek határon túli költők, meg magyarországi költők. Lesznek ismert költők, kevésbé ismertek. Jöhet a tánc, aki fújja, még a szárnyal aranyból, tűzmadárral, aki fújja, még a szárnyal aranyból. Hatvan éve kezdték el építeni a József Attila lakótelepet, Marót Vikés, a Nova Kultúr zenekar repertoárja pedig éppen 50-60 évre nyúlik vissza. Így retro hangulatban telt a péntek este. Engem nem lehet elfelejteni, hogyha jól ismered arra és az első lemezetekre utalunk, akkor számodra miért felejthetetlen és miért fontos a Nova Kultúr zenekar? Hát, ez nehéz kérdés. Nem tudok mondjuk a közönség fejével gondolkodni, de én úgy érzem, hogy talán attól, hogy több generáció tud együtt bulizni a koncertjeinken, és ez mindenféleképpen egy nagy előny, illetve egy nagy álmom volt régebben, hogy ne legyen generációs szakadék, mondjuk, hogyha a zenéről van szó, hanem hogy az idősebbek éppen úgy megtalálják a nekik tetsző elemeket, mint mondjuk a fiatalabbak. És ugye, ha abba gondolunk bele, hogy az elmúlt 50-60 év zenei slágereit adjátok elő, ez tényleg több generációt is felölel. Te egyébként ebből az elmúlt 50-60 évből melyik időszakban mennél vissza a legszívesebben? Hát egyébként nem a 60-as években, mert anyukám bár nagyon sokat mesélt a 60-as évekről, meg a bátyám 62-ben született, úgyhogy biztos egyébként egy nagyon jó korszak volt, és mi előszeretettel nyúlunk oda-vissza, de mégis azért én a 80-as években mennék vissza, mert hogy én akkor voltam pici gyerek, úgyhogy nyilván arra tudok úgy visszagondolni, hogy az számomra egy nagyon szép és békés időszak volt.
És ugye van már egy kis fiad, ő mennyire jár a koncertekre, vagy ő ezt az egész retro világot, meg ezeket a dalokat mennyire ismeri, szóval mennyire adod át a következő generációnak? Ismeri, bár nem gyakran jön el a koncertekre, mert hogy általában olyan pont olyan időintervallumban van, amikor neki már feküdni kell, úgyhogy vagy az apukája, vagy az anyukám vigyáz rá ilyenkor, de például nyáron azért több koncertre is eljutott, és valahogy ott most 6 éves, egyébként most lesz 7 éves, és valahogy így most szembesül ezzel, hogy az ő anyukája színpadon áll, és hogy egyáltalán miket énekel. Eddig valahogy ez csak azt tudta, hogy anya, ha elmegy Lálá, akkor nincs otthon, és akkor neki hiányzom. De hogy úgy mással nem kötött ezt a dolgot. Most a Balaton a Riviera, szóval természetesen neki is nagy kedvence. Akkor már tudja, amikor anya lelázni megy, akkor milyen menő anyukája is van neki, és hogy visszatérjünk oda, honnét a beszélgetést kezdtük, neked melyek a leginkább felejthetetlen pillanataid az életednek? A magánéletemben egyértelműen a kisfiam születése, de a zenekar életében például a Művészetek Palotájában kétszer is megrendezésre került születésnapi koncertünk a Honvéd Férfi Karral, ezek mind nagyon felejthetetlenek, de valójában minden napban van olyan, ami csodálatos, és ami felejthetetlen. Úgyhogy mindig meg kell találni minden pillanatban a szépet. Csokoládé, ó, signora, vegyen magának a fiának. Csukó, csukó, csokoládé, mert ez az igazi jó. Csukó, csukó, csokoládé, ó, úgy édes szájú legyen, csak ilyet vegyen. Csukó, csukó, csokoládé, benne fél a magyaró. Minden lány szeszélyes, mind édesre éjjel. Másnap szombat délelőtt és kora délután a Dési Művelődési Központ tánc és mozgás csoportjai, valamint a nemzetiségek mutatkoztak be a színpadon. Idén is keresték a lakótelep legjobb süteményét. A versenyre rekordszámú 9 sütemény érkezett. A zsűri tagja volt Nándori László cukrászmester, Dr. Bácskai János polgármester és Hantosi Arábi Klára, az FMK igazgatója. A legfiatalabb versenyző 11 éves volt, és a sütisütők között volt egy fiatal ember is. A nehéz döntés végül megszületett. A lakótelep legjobb sütije 2017-ben Károlyné Zdenko Ildikó, Meggyes marcipános mandulás fahéjas virágszirma lett. Egész nap ingyenes volt a körhinta, a trambulin, a kisvasút, a pónilovaglás. Jelen voltak a lakótelepi civil szervezetek és egyházak, és idén a Magyar Honvédség különböző alakulatai is látványos bemutatóval várták a lakótelepieket. Anyagellátó raktárbázis, több bázisa van. Budapesten van 3, az ország területén további 8 helyőrségben vannak bázisaink, és a bázisok alapjában jó kapcsolat ápolnak a helyi civilekkel. Ezen kívül törekszünk arra, hogy a kapcsolataikat bővítsük más társadalmi szervezetekkel. Hoztuk a vegyvédelmi bemutatót, híradó bemutatót, fegyverzettechnikai bemutatót és ruházati bemutatót. A látogatók meg tudják nézni, meg tudják fogni, ki tudják próbálni a Magyar Honvédségben rendszeres technikai eszközöket, anyagokat. Mik a legnépszerűbbek? Mire volt a legnagyobb érdeklődés eddig? Nagyon tömören, ahogy én nézem a dolgokat, mindenre, tehát mindenre. Mindenhol. Nagyon tetszett a vegyvédelmi bemutatónál, a gyermekek nagyon szerették a gázállarc, a tűzoltósisakkal fényképezés, szelfizést, ugyanúgy a fegyverek kipróbálása. Ezen kívül hát a sziréna és az egyéb ilyen hangok, ugye természetesen az a gyerekeknél az nagyon népszerű volt. Botkor mennyi a vigyázz, jó? Nehogy megüsse az arcodat. Oké. Okay. Jó? Szuper vagy. Nyugodtan kapcsolgass el bármit, amit szeretnél. Most pilóta vagy, jó?
Kecskeméti repülőbázisról érkeztünk a légijármű javítóüzem alakulatától, és hoztunk magunkkal egy MiG-21-es kabinmetszetet, amit ki lehet próbálni, és egy L-39 Albatrosz katapultülését, amit szintén ki lehet próbálni. A gyerekeknek eláll a szavuk is tőle, a látványtól, a rengeteg műszertől, a kapcsolótól, de a felnőttek is hasonlóan viszonyulnak hozzá. És jönnek vissza nosztalgiázni is az idősebbek, nyugdíjasok, unokákkal. Őnekik is nagyon kellemes a látvány. Gondolom ezeknek a rendezvényeknek, illetve az önök kitelepülésének az is a célja, hogy közelebb hozzák a lakossághoz, hogy megismerjék, hogy mi a Magyar Honvédség, hogyan él, hogyan dolgozik, mi a munkájuk. Ez a fő célunk ezzel, hogy a látogatók megismerhessék a Magyar Honvédség mindennapi életét. Hogy élünk, hogy dolgozunk, miket csinálunk, illetve tudnak beszélni a katonákkal, hogy el tudják mondani a napi életüket, miket hajtanak végre, illetve szeretnénk a fiatalokba az érdeklődés felkelteni a katonai életpálya iránt. Ez egy nem titkolt célunk ezzel a rendezvényel. Mennyire érdeklődőek egyébként a fiatalok, és mi a jellemző, hogy inkább a férfiak vagy a hölgyek azok ugyanúgy nyitottak erre a pályára? Nyitottak, tehát mind a kettő nyitottak a pályára. Volt egy érdekes történet itt éppen most a délelőtt, tehát a apa és a kisfia mentek. Ugye a kisfiú a szirénázós autó, apát a fegyver érdeklődési köre volt, tehát kisebb viták voltak, hogy melyik érdeklődési kör legyen először kielégítve. A kétnapos rendezvény a József Attila lakótelep megújításáról, a lakókkal való közös egyeztetésről is szólt a Mi Lakótelepünk program keretében. Szombat délután az önkormányzat által a lakótelep megújításának érdekében meghirdetett tervpályázatra beérkezett terveket lehetett megtekinteni, és kérdezni, véleményt alkotni, ötletelni dr. Bácskai János polgármesterrel és Szűcs Balázs főépítésszel. Az önkormányzat közösségi tervezés keretében szeretné megújítani a lakótelepet, ez az ott élők igénye is, hiszen ennek érdekében egy aláírásgyűjtő ívet adtak át szombat délután a színpadon. 20 éves lesz már a ferencvárosi kötődésű Aranyszamár Bábszínház, akik Pompom meséit egy különleges, újító feldolgozásban hozták el a lakótelepi mulatságra. S elindulok Afrikába, nem mehetek végig gyalog, elfárad a madárnába. Hogy kerültem én az épbe? Nem vagyok én repülőgép! Aha! Egy potyautas! Szállj le, nem hallottad agat! Több történetet fűztünk össze egy egészé, ami azért nem volt könnyű dramaturgiailag megtalálni azokat a pontokat, hogy hogyan lehet átkötni, átvezetni egyik figurát a másikba. Felmerült egy nagy kérdés, hogy hát Gombócartón mégis hova igyekszik annyira Afrikába, és miért akar vízen, levegőben mindenhogy eljutni. És rájöttünk, hogy kell bele egy figura, kell bele egy társ, egy szerelem. És ez lett Priscilla, amely figurát mi mondtunk a szerzőnek, Csukás Istvánnak, aki nagyon megdöbbent, és mondta, hogy hát ezt nem is értem, hogy nem jutott ez eddig eszembe. Hát mondtuk, hogy hát akkor mi szeretnénk belerakni. Ami még nagyon izgalmas, hogy sikerült rávennünk Csukás Istvánt, hogy ő írja nekünk a dalszövegeket. Éppen ezért nekünk ez nagyon-nagyon kedves. De elfáradtam! De még hogy megéheztem? Hol a csokim? Hol a csokim? Jó napot, Gombóc Artúr! Gombóc Artúr! Jó napot! Hát ti hova mentek? Nevős, ezt nem értem, hogy hova? Hát megyünk haza, hiszen vége van a télnek. Ez nem lehet igaz! De hát én pont most érkeztem! Várjatok meg! A rokkos program nagy koncert sem maradhat ki a lakótelep életéből. Évfordulót ünnepel hamarosan a Mobilmánia is, méghozzá fennállásának 10. évfordulóját. 10 év alatt játszottunk közel 500 koncertet. Ez rettenetesen hosszú idő volt. Közben ugye már 40 éve a színpadon vagyunk, a régi bandáimat, ha veszem.
És a mobilmánia, hogy elérte ezt a 10 évet, ez annak köszönhető, hogy iszonyos szívossággal végigcsináltuk. Viki Dárgyuszival együtt voltunk, Kékesi Bajnok Lasszival, Tunyogi Péterrel, Rudán Jocival, az alapítottak gyakorlatilag 2008-ban, és ebből a bandából Viki Dárgyula, Kékesi Bajnok László és én még mindig itt vagyunk. Gyakorlatilag Donászi Tibi velünk van, aki az egyik legnagyobb ikon a dobosok között Magyarországon. Vele 30 éve játszunk már együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Budapest Sport Arena koncert, ami lesz január 6-án, Vízkereszt napján, igenis Viki Dárgyula 70 éves lesz, én 60, a mobilmánia pedig 10. És nagyon-nagyon készülünk erre. Én mindig azt mondtam, hogy Gyuszinak is az elmúlt 50 év alatt rengeteg dolgot tett le az asztalra, rengeteget alkotott, mind a musical világban 25 évet, mind 25 évet a pop-rock világban, főleg a rockzenében, rengeteget alkotott. És én még azt mondtam, hogy tulajdonképpen, ha egy zenekar megéri a 10 évet, azt, hogy most taxcserék vannak, az igazából nem is olyan nagy probléma, inkább az a lényeg, hogy a név folyamatosan létezzen. Ha 10 évet eléri egy banda, akkor utána már azt mondom, hogy megváltotta a belépőjét arra, hogy igazán működőképes lehessen. És a mobilmánia ezt elérte. A Tunyogi Rock Banddal, a TRB-vel, a P-Mobil után mi azért nagyon sokat küszködtünk, és kínlódtunk, és zenéltünk, és alkottunk TRB dalokat. Nekünk itt volt az első klubunk vasárnap esténként a Ferencvárosi Művelési Központban, és hozzánk nőtt évekig, 2 vagy 3 évig csináltuk ezt, és igazából ott alakult ki az a fajta törzsközönség, aki a mai napig is jár a koncertjeinkre, és ott a 10-20-50-ekből lettek aztán az ezrek, 10 000-ek.